Már a negyedik percben dühöngve, csapkodva kiabált játékosai, a hazaiak spanyol edzője Raúl Jiménez a Faktum Sport Debrecen Albakom Fehérvár NB1-es kosárlabda mérkőzésen az első időkérésénél. Nem csoda, hogy így tett, hiszen ekkor már 12-4-re a kékmezes fehérváriak vezettek. A játék képe azonban nem nagyon változott az edző külön száma után sem. Már 19-4-ről 19-10-re visszaküzdötte magát a Debrecen, de a negyedet 15 pontos előnnyel 29-14-re Elaminék nyerték. A második periódus sem tartogatott nagyon nagy izgalmakat, az Albakom remek védekezésének és kinti dobásainak köszönhetően 10-zel növelte a különbséget. Juhos, Handlein, Supola, Hollis, valamint Elamin is dobott egy-egy triplát. A félidőben 49-24-es vendégelőnnyel mentek pihenni a csapatok. A folytatásban egy kicsit kiengedett a fehérvári gárda, ami tetemes előnyük tükrében nem csoda, így a harmadik játékrészt a hazaiak nyerték egy ponttal. A záró negyed már csupán formalitás volt, de ezt is hozta az Albakomp, mely fölényes, magabiztos győzelemmel kezdte az esztendőt és az alapszakasz második körét. Elamin 20, Csizm 15, míg Supola 14 ponttal járult hozzá a 88-53-as diadalhoz a Debrecen otthonában. Így az Albakomp Fehérvár őrzi első helyét a tabellán, és magabiztosan várhatja a szombaton városunkba érkező Szeged gárdáját.